Ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját. Ez a kormány állásfoglalása és üzenete, mondta a kormány szóvivő. Ilyen feliratú óriás plakátok és újsághirdetések jelennek meg hamarosan, amikre 300 millió forint közpénzt költenek. A kormány szóvivő azt mondta, ezek a plakátok is részei a tájékoztatási kampánynak, hogy minél többen töltsék ki a bevándorlásról szóló nemzeti konzultációs kérdőíveket. Az együtt szerint mindez egyszerűen gyűlöletkeltés. Ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját. Ez olvasható ezen a plakáton, amelyet a kormány rendelt. Az Indexnek küldte el az internetes lap egyik olvasója, milyen plakátokat nyomtatnak éppen a munkahelyén. A kormány szóvivő megerősítette, háromféle plakát is készül. Ez része a tájékoztatási kampánynak, hogy minél többen küldjék vissza a nemzeti konzultációs kérdőívet. Kovács Zoltán szerint a plakát szövege állásfoglalás és üzenet is egyben. Utóbbiak számára üzenet, akik illegálisan próbálnak belépni Magyarország területére, és állásfoglalás a magyarok, ha úgy teszik, a magyar közvélemény irányába azzal kapcsolatban, illetve arra utalóak, hogy a magyar kormány hogyan vélekedik erről a kérdésről, melyek azok az alapvetések, ahonnan a mi közelítésünk indul. A Fidesz szerint rendben van a plakátkampány. A tartalmával viszont egyetértek, szeretném hangsúlyozni. Azt gondolom, hogy a magyarok többsége ebben a tartalommal egyetért. A bevándorlásról szóló nemzeti konzultációs kérdőívet eddig 300 ezeren küldték vissza. A kitöltést segítő plakátkampány július elejéig tart, és 300 millió forintba kerül. Az együtt szerint, amit a kormány csinál, az gyűlöletkeltés. Fidesz ismét jobbról kívánja előzni a Jobbikat. Egy olyan szégyenteljes versenyt látunk ma már, hogy ki tud xenofóbabb lenni a másiknál, ki tud idegengyűlölőbb lenni a másiknál. Orbán Viktor szerint ez nincs így. A Napi Gazdaságnak adott interjújában a miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a Jobbikkal ellentétben a Fidesz nem akar megszabadulni senkitől, akik velünk élnek, csak nem akarnak ide beengedni másokat. Az internetes közösséget már elérte a kormány plakátkampánya. Elindult a mémgyártás. Készült például olyan, amely azt hirdeti, hogy itt nem lehet ellopni a magyarok munkáját, mert már mindenki Londonban dolgozik. De van olyan tabló is, amelyen áthúzták a Bajnokok Ligájában másodikként végzett Veszprém kézilabda csapat külföldi játékosainak fejét. És olyan is, amelyen csak annyi áll, gyűlölünk mindenkit. Szerettük volna megkérdezni a kormány szóvivőt, hogy pontosan hol lesznek a plakátok és a magyar nyelvű üzenet hogyan jut el a bevándorlókhoz, de a sajtótájékoztatón nem lehetett kérdezni. Köszönöm, hogy itt voltak, ma további jó munkát kívánok, viszontlátásra! 45 éve él és dolgozik sebészként Magyarországon, most úgy érzi talán, el kell hagynia otthonát. Ezt egy szudáni származású főorvos mondta híradónknak, miután a kormány plakátokon üzen a bevándorlóknak. A férfi azt mondja, csalódást érzett, amikor a politikában napi téma lett, hogy a bevándorlók azért jönnek az országba, hogy ellopják a magyarok munkáját. Szerinte ő csak azt csinálja, amihez ért, gyógyít. A holnapi műtéteket egyezteti dr. Jamal egy budaörsi kórházban. 1970-ben tanulni érkezett Magyarországra, sebész lett és családot alapított. Feleségét és öt gyerekét nem akarta a polgárháború sújtotta Szudánba vinni, ezért maradt itt. Hát ez egynapos sebészet, forterem. Dr. Jamal ma már elismert főorvos, ő alapította meg az első egynapos sebészeti osztályt. Azt mondja, bár voltak nehéz pillanatok az életében, szereti Magyarországot. 90-es években sajnos elég sok atrocitás ért engem, ért a családomat. Akár tetlegesen is a fiaimat is bántották. Ez nagyon rossz élmény volt, de úgy nagyjából azért a társadalom egészében ezért befogadott is, ezért is nagyon köszönöm mindenkinek, aki a barátom lett, ez megvédett is, és végül is hosszú-hosszú időn keresztül nagyon boldogon éltem és élek itt ebbe az országban. 45 év alatt több ezer orvos tanított meg, például a laparoszkópia használatára. Nemzetközi társaságokban és konferenciákon képviseli Magyarországot. Most azonban megijedt, hogy őt itt nem látják szívesen. Azt mondja számára, ez a kormány plakátkampányának üzenete. Csalódást éreztem, mert hiába vagyok én elismert ember a társadalomban, ha kimegyek az utcára, akkor az egyszerű ember számára akár menekült is lehetek. Tehát innen adódik az a kellemetlen érzés, hogy gyakorlatilag, ha így megy a dolog, akkor úgy érzem, hogy nekem mennem kell valahova.
Dr. Jamal egyelőre bízik abban, hogy a bevándorló ellenes retorika csak időleges, és nem kell hátrahagynia mindazt, amiért egész életében dolgozott.